Isten tiszteletünk ideje alatt a megadott telefon képernyőn található telefonszámokon keresztül kérdéseket, észrevételeket lehet küldeni hozzánk. Néhány kérdésre és észrevételre szeretnék reagálni, ami a legutolsó összevetelünkre, illetve után érkezett. Egyik kedves televízió néző kérdezi, hogy Jézus föltámadásának a napját mindenki tudja de születése pontos idejét homály fedi, erre kérnék magyarázatot, köszönöm. Ö, ö, valóban a, az Evangélium nem adta meg a názereti Jézus születésének a pontos idejét. Ö, tudjuk, hogy a, az egyházi naptárban december végére van ez elhelyezve, de minden valószínűség szerint a születési időpontja más időre tehető. Nyilvánvalóan nehéz kideríteni, most már közel 2000 éve eltelt, 2000 éve eltelt Jézus születése után, hogy mikor született Názereti Jézus Krisztus. Egy másik, tehát éppen ezért mi elsősorban arra szorítkozunk, hogy az evangélium milyen tényállításokat állításokat közöl a Názereti Jézusról, és mivel a születés napjáról nem ad információt, ezért ezzel a kérdéssel többnyire tudósok foglalkoznak, de jelen pillanatban nem áll rendelkezésünkre olyan exakt adat, információ, ami alapján ezt meg lehetne állapítani. Egy másik kedves televízió azt kérdezi, ha Isten televízió néző, pardon, azt kérdezi, ha Isten önök szerint mindenhol jelen van, és ahol jelen van, ott nincs rohadás, akkor miért van szükség tartósító szerekre? E, Istennek a jelenléte az Istenben egy képesség, ez nem azt jelenti, hogy mindenhol Isten jelen van, hanem ez egy képessége Istennek, mindenhol jelen tudja magát tenni, de a, a világról azt mondja Isten, hogy a rothandóságnak az igája alatt áll, a rothandóságnak az igája alól a világ egészen a mesiási korszak végig nem fog felszabadulni, tehát ezért van a világban jelen a rothadás, az elmúlás, és ez egyáltalán nincs ellentétve Istennek a mindenhatóságával és mindenütt jelen valóságával. Mi a világmindenségnek abban a szférájában élünk, amely a bűnnek és a halálnak az uralma alá esett, és a halálnak a kontinense igazából a föld, és a fölszabadítására, a halál uralma alól való fölszabadítására a jövőben fog sor kerülni a Biblia és a proféták előrejelzése szerint. Egy másik kedves televízió néző azt kérdezi, hogy a mai világban mi a konkrét bizonyíték arra, hogy Krisztus föltámadott. Valóban ez is nagyon nehéz kérdés erre válaszolni. Most jelen pillanatban emberek, személyek a bizonyítékai, amely, akik nem szolgálnak természetesen százszázalékos bizonyságot Krisztus föltámadásáról, de, de szintén ezzel a kérdéssel kapcsolatban azt tudom elmondani, hogy a Krisztus föltámadása akkor lesz százszázalékosan bizonyított a világban, ha vissza fog jönni és minden szem meg fogja látni. Addig olyan emberek állítják a názareti Jézus Krisztus föltámadását, akik találkoztak az Úrral, ők a tanúk, és ebben a perben ugye a koronatanúknak a vallomása, a kiindulási pont, és ennek alapján lehet megállapítani azt, hogy Krisztus föltámadott vagy nem. De újra hangsúlyozom, hogy a Krisztus föltámadásával kapcsolatos bizonyítékot jövőben fogja megadni Isten az egész világ számára. Egy másik kedves televízió néző a következőt írja: én arra lennék kíváncsi, hogy a gyülekezet tagjai a szó szoros értelmében gyakorlatilag részesülnek-e segítségben, vagyis az életviteli filozófiájuk nyugat-európai életszínvonalra emeli-e őket, vagy a hívek nagyobb százaléka megelégszik azzal, hogy abban a hitben leledzik, jó néki minden, ahogy van. Minden körülmények között boldog, és ez minden. Nem, természetesen nem. A, mi abba hiszünk, hogy az ember hit és munka által tudja a földi dimenzióban a boldogságát megvalósítani, és minden ember olyan szinten valósítja meg a boldogságát, amilyen a hite és a munkája. Tehát nagyon sok különbség van hívő és hívő között is. Mi azt gondoljuk, hogy az embereknek kell mindent megtenni azért, hogy a földi életük minél jobb legyen, minél magasabb szinten, tudjanak élni, és a Földön már Isten szolgálni. Egy másik kedves televízió néző megosztja velünk az ő gondjait, problémáit, írja, hogy sajnos én nagyon nagy bajt okoztam másoknak és a családomnak. Részben akaratom kívül, és most 58 évesen az öngyilkosság gondolata foglalkozta, mert úgy érzem, csak ezzel tudom jóvá tenni a hibámat. Tudom, hogy a bűnt bűn követek el, mert Isten adta az életet, viszont azok ellen, akik ellen vétettem, csak ezzel tudok segíteni. Nagyon sokat sírok, de úgy érzem, mielőbb meg kell tennem, hogy véletlenek ne szenvedjenek, vétlenek ne szenvedjenek miattam. Kéri, hogy Német úr, nagyon kérem a vasárnapi beszédében beszéljen erről a kettős érzésről. A következőt szeretném leszögezni: az öngyilkosság semmit nem tesz jóvá, csak még rosszabbá teszi a dolgokat. A gyilkosságnak minden formája rossz és elfogadhatatlan a Biblia alapján, a zsidó-keresztény erkölcsi normák alapján, mert a gyilkosról a Biblia azt mondja, hogy az a sátán ő az embergyilkos. És az embernek az élete Istennek az ajándéka. És nagyon fontos, hogy az ember ember az életével Isten szolgálja, ő adja meg az embernek az élet idejét, és nincs az embernek joga, hogy kiolcsa a saját maga életét. Amen. Másrészt pedig azt szeretném mondani, hogy nagyon sok ember elkövetett nagyon-nagyon súlyos bűnöket, emberek ellen is, Isten ellen is, és nagyon fontos, hogy a, a, az ember gyötri a bűntudat, ne adja, ne nyissa meg a lelkét teljesen a kétségbeesés számára. Mert van megoldás minden bűnösnek, és ezt a megoldást Jézus Krisztus adta. Ő pontosan azért adta vérét mindenkiért, hogy bűnbocsánatot adjon. Az Úr kész megbocsátani gyilkosoknak is. Például hogy az egyik lator, aki köztörvényes, bűnöző volt, Jézus mellett feszítették keresztre, ő neki az utolsó pillanatban Jézus megbocsátotta bűneit. Hiszem azt, hogy a kedves televízió nézőnek is az Úr megbocsátja bűneit, és megszabadítja a bűn tudat alól. Amen. És ezért nagyon ajánlom, hogy ebben a helyzetben Istenek az irgalmát és szeretetét keresse. Másrészt pedig, amikor az ember kétségbe van esve, akkor nem hiszi el az ember, hogy valaki, valaki is képes neki megbocsátani. De higgyétek el, és a kedves televíziónézőnek is azt tudom mondani, hogy Istennek az egyik fő jellemzője az irgalmasság. Lehet, hogy az emberek nagyon keményen torolják meg az embertársaiknak a védkeit és bűneit, és az ember ezekre a tapasztalataira néz, ez gyakran kivetíti Istenre, és azt hiszi, hogy az Isten is egy kegyetlen Isten, aki a bűnöst megbünteti, és nem hajlandó a bűneit elfelejteni és megbocsátani. A Biblia ennek az ellentétét állítja az Istenről. Azt mondja, hogy Jézus Krisztusban a bűnre való kegyelem és az igazság jelent meg, és ezért az Úr Jézus Krisztusnak a vérében mindenki számára megnyerhető, megtalálható a bűnbocsánat. A harmadik dolog, amire szeretném felhívni a figyelmet, hogy nagyon fontos, hogy a bűntudattól és a bűn érzésektől gyötört ember önmagának is megbocsásson. Vannak olyan emberek, akik a bűneiket sokkal súlyosabban élik át, mint azok valójá, amilyenek azok valójában, mások a lelkiismeretüket megkeményítik, és súlyos vétkek miatt sem éreznek lelkiismeretfurdalást. Én azt gondolom, hogy a kedves televízió nézőre az előző a jellemző, tehát nagyon fontos, hogy megbocsásson önmagának, és tudja nagyon jó, és, és ne felejtse el azt, hogy a Földön nagyon sok bűnös ember él, és nagyon sok bűnös már megtalálta az Úrban a bűneinek a bocsánatát. Ezt kívánom a kedves televízió nézőnek, hogy ő is ezt megtalálja is a lelke szelleme, békét kapjon Istentől. Egy másik televízió néző szintén megosztotta az ő gondját. Velünk, azt írja, hogy kedves Uram, én egy 23 éves ráz vagyok, aki elvesztette a hitet, a boldogságot, a barátnőm halála után már nem értem, miért vette el az Isten tőlem. Akit szerettem, most úgy érzem, elvesztettem mindent, az önök adását követve ki fordult hozzánk, és hiszi, hogy Jézus föltámadott. Ha Jézus föltámadott, akkor hiszem az, hogy hogy a kedves televízió nézőnek, aki Erdélyből küldte ezt a kétségbe esett üzenetet, <kül> hogy az Úr ő számára is ad egy új kezdetet. Én teljesen együtt tudok érezni ővel is. El tudom ö, ö, képzelni és érezni, hogy mit érez, amikor elveszítette azt, akit nagyon szeret, de szeretném elmondani, hogy a világban jelen van a vigasztalásnak a szelleme, és szintén ö, ismételni tudom, hogy nagyon-nagyon sok kétségbe esett, reménytelen ember újra visszatalált a reménységhez, visszatalált az életének, az, megtalálta újra az életének az értelmét, miután Istennel találkozott. És az Istennel való találkozás, az, ahogy Jézussal kapcsolatosan mondja a próféta, hogy az egyik fontos szolgálata, hogy a gyászoló szívűeknek vigasztalást hozzon. Ezt kívánom a kedves televízió nézőnek, hogy az Úrban találja meg ezt a vigasztalást, és kapja meg mindazt Istentől, ami, amire szüksége van, hogy a földi és az örökkévalóság szempontjából is egy beteljesedett, boldog életet tudjon élni és megvalósítani. Kedves pásztor, nemlék házasodtam össze en Gizellával, és sajnos a feleségem a szülei befolyása alatt áll, és el akar hagyni. Kélek imádkozzatok a mi házasságunkért, a feleségem nem akar velem élni, pedig szeret. Kérlek, kedves pásztor, ha lehet, egy élő tévés konferencián imádkozzatok a mi házasságunkért, és kérlek, mond már be a feleségem nevét, hogy elhiggye feleségem, hogy szeretem, és jobban megbocsátás, mint a vállás. Erre János. A vállás az nem jó. Isten azt mondja az egyik profétán keresztül, hogy gyűlöli a vállást. Az Isten a hűségnek az Istene. Tehát ezzel a kérdéssel kapcsolatban pedig azt szeretném megjegyezni, hogy az természetes, hogy egy fiatal hölgy és fiatal ember a szüleinek a befolyása alatt áll, de itt a kérdés az, hogy ez a befolyás egészségese vagy pedig egészségtelen. Nyilvánvalóan, hogyha a házasságban való ö, 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 egységet, é, illetve a boldogságot ö, akadályozza, és megosztáshoz a házas felek között, akkor ez a befolyás nem egészséges. Mert meg van írva, hogy elhagyván az apját és anyját a férfiú, és ragaszkodik az ő feleségéhez, és ketten lesznek egyek. Tehát a házasság akkor épül föl szilárd egységre, hogyha megvan a két félnek a szabad akarata, önrendelkezése, egymással kapcsolatosan képesek egymás felé elkötelezni magukat, és az elkötelezettség miatt ők személyesen vállalják a felelősséget, tehát a Biblia ilyen házasságokat pártol, és ilyen házasságokról mondja azt, hogy amit Isten egybekötött, ember azt Amen. ne oldja föl, ne bontsa széjjel. Tehát én azt, gond, azt kívánom a kedves kérdezőnek és a feleségének, hogy újuljon meg a házasságú hűségben, szeretetben és igazságban, és hiszem azt, hogy, hogy, hogy Isten ezeket a gondokat, amire utal a kedves televízió néző azt el fogja fedezni a szeretet, minden védket elfedez. Nem tökéletes emberek házasodnak egymással. Ezért e, nem e, e, lepődhet meg az ember, hogyha a fiatal e, e, házasság éveiben, a mézesetek után fölismeri a házastársában a hibákat, a problémákat. Ez nem újdonság. Minden ember problémákat visz be a házasságba, és pontosan éppen ezért az Isten nem azt mondja, hogy a házasság alapja a tökéletesség, hanem azt mondja, hogy a házasság alapja a szeretet. Amen. Olyan szeretet, amely nem fogy el, amely minden védket befedez. Tehát ezért szeretetben kellene megújítani ezt a kapcsolatot. Na még egy aktuális, szintén öngyilkossággal kapcsolatos kérdés érkezett hozzánk, még ezt felolvasom. Miben hihetne az, akinek az öngyilkossághoz nincs elég bátorsága, de nem tud igazi emberként élni az emberek között? Hát én nem tudom, hogy mennyi téves felfogás van az öngyilkossággal kapcsolatosan a magyar emberekben, meg általában azért azt gondolom, hogy más országok polgáraiban, de el kell, hogy mondjam, hogy az öngyilkossághoz nem kell bátorság. Az öngyilkosság az egy rossz dolog, elfogadhatatlan dolog. Még egyszer mondom, amikor az emberek ilyen dolgokra gondolnak, akkor egy sötét sátáni erőnek a befolyása alatt állnak. Ez a gondolat nem az emberi természetből jön ki, nem is az Isten mondja az embernek ezeket a dolgokat, ez az embergyilkostól jön, tehát ezekkel a gondolatokkal az embernek nem kell foglalkozni. Ha az embernek erős és egészséges a lelke, akkor a gondolatai fölött is tud uralkodni, ha nem, akkor nagyon fontos, hogy keresse, azt azokat a lehetőségeket, vagy például a megtérést, hogy a lelke szelleme meg tudjon újulni, például Isten erejében, és hiszem azt, hogy akkor az ember újra erős lesz ahhoz, hogy az ilyen komor, depressziós gondolatokat saját magától távol tartsa. Tehát az öngyilkosság nem megoldás, hanem, hanem ez egy elfogadhatatlan rossz dolog, bűnnek tartja Isten, és ezért nem szabad semmilyen körülmények között ezt választani az embernek, mert semmit nem old meg, hanem a megoldatlan problémákat teszi még végérvényesen megoldhatatlanná. Hogy nem tud a igaz emberként élni az emberek között, nagyon sokan nem tudtunk, nem tudunk a magunk erejével igaz emberként élni, ezért küldte el Isten az ő fiát, Jézust, hogy az embert megigazítsa. Tehát a megigazítás az kívülről jön, Istennek a kegyelméből, Istennek a jelenlétéből származik az ember életébe a megigazulás. Én hiszem azt, hogy, 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 hogy ha az ember akármilyen bűnben él, vagy mély bűnöket követett el, akkor is Isten képes őt megigazítani. Jézus éppen ezért mondta az Evangéliumban, hogy nem azért jött, hogy az igazakat hívja megtérésre, hanem azért jött, hogy a bűnösöket hívja megtérésre. Tehát, hogyha az ember nem tud igazként élni, akkor térjen meg. De az én személyes véleményem az, hogy egyetlen egy ember nem tud igazként élni és ezért szüksége van minden embernek Istenek a kegyelmére, megtérésre. Kélek benneteket, lapozzatok a Jakab apostolnak a leveléhez, a harmadik fejezethez, onnét fogom felolvasni Istenek az igényét. Jakab apostól, levele, harmadik fejezet második verszaktól olvasom Isten igéjét, mert mindnyájan sokképpen védkezünk. Ha valaki beszédben nem védkezik, az tökéletes ember. Képes az egész testét megzabolázni, és íme a lovaknak szájába zabolád vetünk, hogy engedelmeskedjenek nékünk, és az ő egész testüket igazgatjuk. Íme hajók is, noha mi nagyok, és erős szelektől hajtatnak, mindazáltal igen kis kormánytól odafordítatnak, ahová a kormányos szándéka akarja. Ezenképpen a nyelv is kicsintag, és nagy dolgokkal hányja magát. Íme csekély tűz, mi nagy erdőt felgyújt. A nyelv tűz, a gonoszságnak összessége. Úgy van a nyelv, ami tagjaink között, hogy megszeplősíti az egész testet, és lángba borítja életünk folyását, maga is lángba borítatván a gyehennától. Mert minden természet vadállatoké, madaraké, csúszómászoké, vizieké megszelidíthető, és meg is szelidítetett az emberi természet által, de a nyelvet, az emberek közül senki sem szelídítheti meg. Fékezhetetlen gonosz az, halálos méreggel teljes. Ezzel áldjuk az Istent és Atyát, és ezzel átkozzuk az embereket, akik Isten hasonlatosságára teremtettek. Ugyanabból a szájból jő ki áldás és átok. Atyám fiai, nem kellene ezeknek így lenni. Ámen. Tehát a nyelvvel kapcsolatosan fejti ki Jakab az álláspontját, és hiszem, hogy ez az álláspont megegyezik Istennek az igéjével. Az első nagyon-nagyon fontos dolog, amire ő utal, az emberi test fölötti uralomra, illetve az emberi testnek az irányítására. A Biblia az emberi testet nem tartja a szellemnél magasabb rendűnél, hanem az ember szellemét tartja magasabb rendűnek. Ezért a, a testtel kapcsolatosan a Biblia azt írja elő, azt kívánja az embertől, hogy a teste fölött tudjon uralkodni. És Jakab azt mondja, hogy a testünk fölött csak akkor tudunk uralkodni, ha helyesen beszélünk. Tehát helyes beszéd által lehet az embernek uralkodni a teste fölött. A test fölött gyakran egy rossz szemlélet miatt nem tud az ember uralkodni, mert különösen a materialista világban az emberek azt hiszik, hogy a testből származik az élet, és a testnek a terméke a szellem és a lélek. Tehát valójában az életnek a fő célja, a fő célpontjává az emberi test vált és válik folyamatosan, ha az ember materialista szemszögből közelíti meg önmagát. Ezzel szemben a Biblia azt mondja, hogy az ember számára az életet nem a test adja, hanem a szellem hozta létre az emberi testben az életet. Tehát az életnek a forrása bennünk nem a test, hanem a szellem. Amen. És addig van az emberben élet, amíg az ember testében a szellem lakozik. Ez azért fontos, mert meg kell értened, hogy az Isten hogyan tekint az emberi testre, és higgyél hogy ő, Istennek, hogy ő helyesen tekint a testünkre, mert ő alkotta a testünket. Ő a testet tehát nem élet forrásként tekinti, hanem élet hordozóként. Tehát az embernek a teste nem életforrása, hanem az életnek a hordozója. Ugyanolyan élethordozó az emberi test, nem véletlenül írja Jakab utána hasonlatban, az lovat említi és a hajót említi. A ló is és a hajó is a Jakabnak a korában, az egyik legismertebb közlekedési eszköz volt, aki amelyeken keresztül az emberek utaztak, és igazából az utasok voltak a fontosak, de természetesen a lovak is értékesek voltak, a hajunk is értékesek voltak, most én semmiféleképpen nem akarom az emberi testtel azonosítani ezeket a hasonlatokat, hanem a funkciójára szeretném fölhívni a figyelmet hogy az emberi testnek ugyanaz a feladata, ugyanaz a funkciója, mint a lónak, mint a hajónak, legalábbis jakab szerint. A lónak az a feladata, hogy a lovasát elvigye a, a, a megfelelő célhoz, amit a lovas, a tulajdonos jelöl ki a ló számára. Ugyanez a hajóval kapcsolatosan, hogy a hajónak a tulajdonosa fogja el meghatározni, a hajónak a célját, tehát nem a hajó és nem a e, ló határozza meg az utazásnak a célját, és ezért mondja Jakab, hogy nem szabad, hogy az embernek a teste határozza meg az utazásának a célját, mert az ember is egy utazásom van, utazásban van, a születéssel bekezdődik ez az utazás, és egészen halad az ember az örökkévalóságig, és a testnek a legfontosabb feladata, hogy az ember elvigye a születéstől az örökkévalóságig. Tehát ebben a test többnyire ö, ö, élethordozó, és nem életnek a forrása. Az élethordozást azt jelenti, hogy az ember, ahogy a bibliai antropológia mondja, hogy az ember elsősorban szellemi lény, akinek van lelke és testben van. Ezért, amikor Pálapostól azt mondja, hogy most nem tudja a filippiekhez írt levélben, hogy mit tegyen, itt maradjon, vagy elmenjen. Ha elmegy az Úrhoz, az Úrnál sokkal inkább jobb, de a testben maradnia sokkal szükségesebb az egyház miatt. Ez azt jelenti, hogy Pálapostolnak is az önazonossága nem materiális volt, hanem szellemi volt. Ő azt gondolta, hogy az ő lényének a lényege szellemi természetű, és ha a testből kiköltözik, ő akkor is megmarad, vagy itt van, vagy ott van. A különbség csupán az, hogy testben van, vagy testen kívül van. Tehát ez a szemlélet is parádésan aláhúzza azt, hogy az emberi test az életnek a hordozója, és nem életnek a forrása. Ha pedig életnek a hordozója, tehát eszköz a boldogságban, eszköz a földi és a menyei boldogságnak a megvalósításában, akkor a test nem uralkodhat a belső ember fölött. Mert ha uralkodik, akkor az ember olyanná válik, mint az a lovas, aki alatt a ló megbokrosodik, vagy az a hajó, amely kormányozhatatlanná válik a tengeren, és sodródik a tengernek a hullámai által és természetesen nem, az, uta, az utasok nem fogják elérni az általuk kitűzött célokat. Ugyanígy mondja Jakab, az az ember, aki nem tud a testén uralkodni, és nem tudja a testét irányítani a szelleme és a lelke által kitűzött célok felé, az az ember ugyanilyen hajótörött emberré válik, ahogy egy ugye ezt a kifejezést használja, vagy egy eltévet lovassá válik, és látjuk, hogy a Föld tele van eltévet lovasokkal, hajó, törés szenvedett utasokkal, akik csak sodródnak az életben, vannak még céljaik, de valójában nem találják sokan meg, hogy a céljaikat hogyan tudják megvalósítani. És A, a, a Jakab azt mondja, hogy ezeket a célokat csak akkor tudjuk megvalósítani, hogyha tudjuk kormányozni a testünket. És a testünknek a kormányzása, a sorsunknak, az életünknek a kormányzása, az irányítása, helyes beszéd által történik. Azt is megemlíti Jakab, hogy az ember sokféleképpen védkezik, különösen szavakkal vétkezünk. az eredeti kifejezés, amit a magyar véteknek ad vissza, az botlás jelent egyensúly tévesztés. És ez az egyensúly tévesztés is arra utal, hogy az életben, a sorsban gyakran az ember e, 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 a, a szellemi, fizikai, anyagi, materiális dolgok között eltéveszti a rangsort, az értékrendjében egyensúly zavar áll be. És ennek az egyensúlynak, a egyensúly zavarnak gyakran az embernek a nyelve az okozója, és ebből fakadóan, az emberi élet irányíthatatlanná válik, és bele torkollik olyan pusztító erőkbe, olyan sorsa jön létre az embernek, amit igazából nem szeretett volna soha, és a szándékaival ellentétesek. Jakab szerint az ilyen sors, az ilyen pálya azért tud kialakulni az embernek az életében, mert a nyelv fékezhetetlen az élet, fékezhetetlen, és fölszabadítja az emberbe a testére azokat a pusztító erőket, amelynek alapján tehát megvadul a ló a, a hajó kormányhozhatatlanná válik. Isten tehát azt akarja, hogy visszanyerje az ember a teste fölött az uralmát, és az általa kitűzött célok fele tudjon haladni a teste. Hogyan tud ez megvalósulni? Tehát először is, mielőtt a kérdésre válaszolnánk, Jakab utal arra, hogy az embernek a nyelve gátlástalan és gonosz, és ebből fakadóan ö, ö, megvaló, meghiúsulnak az embernek a céljai. Mi gyakran emberek azt gondoljuk, hogy az általunk kimondott szavaknak, mondatoknak nincsen jelentősége. Vagy ha van jelentősége, ez nem ránk vonatkozik, hanem azokra vonatkozik, akik felé irányítjuk a mondatainkat. És nagyon sok ember a nyelvet elsősorban fizikai testrésznek veszi, és éppen emiatt nem tudja megérteni, hogy a nyelben, a beszédben milyen veszélyek rejtőznek. A Biblia alapján az embernek a nyelve és a beszédkészsége az nem egy fizikai adottság, hanem szellemi adottság. Az embernek szellemi képessége a nyelv. Látjuk kettő Mózes négyben, amikor Isten megjelent Mózesnek, és Mózest elküldte Egyiptomba, hogy szabadítsa meg az ő népét. Mózes ezt a küldetést elhárította magától, és azt mondja a tizedik verszakban, kérlek Uram, nem vagyok én ékesen szóló sem tegnaptól, sem tegnap előttől fogva sem azóta, hogy szólottál a te szolgáddal, mert én nehéz ajkú és nehéz nyelvű vagyok. Az Úr pedig mondja neki kiadott szájat az embernek, avagy kitesz némává, vagy süketé, vagy látóvá, vagy vakká, nem de én, az Úr? Tehát Mózes azt mondja Istennek, nem tudok elmenni, mert ehhez a szolgálathoz nagyon jó beszédkészséggel kell rendelkezni, de mivel nekem ezzel kapcsolatosan rossz az adottságom, mondja Mózes Istennek, hogy nehéz ajkú, nehéz nyelvű, ezért én nem tudom ezt a szolgálatot betölteni. És erre az állításra Isten a következőt mondja Mózesnek. Mózes ki adott szájat az embernek? Tehát ezzel a kijelentéssel világosá teszi Isten azt, hogy a nyelv, a beszédkészség az nem lelki adottsága az embernek, hanem szellemi adottsága. Ez a képesség az embernek a szelleméve van benne, az embernek a szívébe van benne, ezért, hogyha vissza akarjuk az életünkbe állítani a helyes, Isten szerinti beszédet, akkor legelőször is meg kell érteni, hogy a nyelvnek, a beszédnek hol van a forrása. Tehát nem a testben van a nyelvnek a forrása, hanem a szívben van a forrása. A szív hordozza, az embernek a szelleme hordozza a beszédre való képességét, és ezért mondta Isten Mózesnek, hogy lehet, hogy lelki területen neked rosszak az adottságait, de én föl kellett téged, ugye most én összefoglalom több fejezetnek az üzenetét, Fölkenlek égret az én erőmmel és kenetemmel, és az Isten erejének a kenete az embernek a szellemére jön rá, és az ember, Istennek a kenete rájön az embernek a szellemére, az új képességeket hoz létre az ember szellemébe, és Mózes életében is ez történt, nehézkesen kezdett el beszélni, de kép később kiváló tolmácsa lett Istennek az igéjének mert Isten az ő szellemét megváltoztatta, és a szellemébe létrejött olyan képesség, amely által Istenek a beszédét meg tudta osztani az emberekkel. Tehát az ember, ha csak a, a, a nyelvedet és a, a, a beszédedet a, a, a fejedben képzeled el, és azt gondolod, hogy a, nyelve, a, a szavaidnak a forrás a fejed, akkor soha nem tudod megoldani a nyelvvel kapcsolatos problémáidat. A szív területén van tehát a megoldás, és nézzük meg ezzel kapcsolatosan a Máté Evangélium 12. fejezetében található kiállításokat, amelyeket szintén a, a nyelvvel kapcsolatosan fogalmazott meg, de most ezúttal a Názereti Jézus. 34. verszaktól olvasom Isten igéjét. Mérges kigyóknak fajzatai, mi módon szólhattok jókat, holott gonoszak vagytok, mert a szívnek teljességéből szól a száj. A jó ember az ő szívének jó kincseiből hozza elő a jókat. A gonosz ember az ő szívének gonosz kincseiből hozza elő a gonoszokat. De mondom nektek, minden hivalkodó beszédért amit beszélek, az emberek számot adnak majd az ítélet napján. Mert a te beszédedből ismertetel igaznak, és a te beszédeidből ismertetel hamisnak. Tehát visszatérve a 34. verszakban, Jézus ugyanezt mondja, hogy a beszédnek a forrása a szív. A szív teljeségéből szól a száj, ebben már benne van az is, hogy amikor szavakat mondunk ki a nyelvünkkel, a szájunkkal, akkor a szavaink, mondataink nem csupán érzelmeket, gondolatokat, akaratokat, szándékokat közvetítenek, hanem szellemi erőt közvetít, mert a szív az azonos a szellemmel, a szív ugye jelen pillanatban nem a fizikai testrészünkre kell gondolni, hanem a személyiségünknek a középpontjára, arra középpontra, ami láthatatlan, ami, 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 az Istenek a szelleméből jött létre bennünk, és ebbe ez a szellem hordozza tehát az életet is bennünk, és ez a szellem hordozza a beszéd képességünket is. Ez a szellem adja meg a bennünk lévő szellem és szív adja a test számára az életet. A szellem és a testnek az egységéből pedig létrejött az embernek a lelke, amelyet a lelket a Biblia szerint a vér hordoz. Tehát a beszédről, de kapcsolatosan azt mondja Jézus, hogy nem vérből szól az ember, nem elméből, nem érzelmekből, annak ellenére, hogy a beszédében ezek természetesen benne vannak, hanem alapvetően szívből szól az ember, a szívnek a teljességéből szól az ember. Ez nem azt jelenti, hogy feltétlenül jó dolgokat fog mondani az ember, mert a bűnbeesés az embernek, a nyelvét is és a száját is eltorzította. A bűnbeesés előtt az ember a szájával és a nyelvével az életet mondta ki, mert élet volt a szellemével, szellemében, a szívében, tehát a szívében csak jó kincs volt. És ha jó kincs van az embernek a szellemében, az ember a nyelvén, a száján, a mondatain, a szavain keresztül tehát a szem, szellemének a tartalmát hozza nyilvánosságra, és hozza működésbe azt a szellemi erőt, amit hordoz az ember magában. Ez a szellemi erő mindenkiben láthatatlan, és, e, és igazából ezt a láthatatlan részt nem lehet megismerni, amíg az ember nem szól. De amikor szól az ember és beszél az ember, azt mondja Jézus, hogy a beszédéből meg lehet ismerni az embert, hogy most jó kincsből beszéle, vagy gonosz kincsből beszéle. Tehát a bűnbesés után tudjuk nagyon jól, hogy bejött az ember természetében a halál, és a halál szintén nem csak fizikai valóság, hanem szellemi valóság, és elsősorban szellemi valóságként érkezett meg legelőször, és megtalálta a szék helyét, a tartózkodási helyét Ádámnak a szívébe, és attól a pillanattól fogva Ádámnak a szíve kettős lett. A halál szelleme is benne tartózkodott, és a benne lett a szívének egy gonosz kincse. És a, Ádámnak a gonosz szívének a kincse a halál lett, és ezután a bűnbesés után az ember a beszédével a halált ki tudja mondani. A halálnak az erőit tudja mozgósítani, és hozzá tudja kapcsolni az emberi testhez, ha a testhez pedig hozzákapcsolódik a halál, akkor az emberi testben és a lélekben Isten ellenes magatartásokat, szokásokat épít ki és hoz létre. Tehát Jézus Krisztus azt mondja, hogy minden ember szívé, szívé, szívében van vagy jó kincs, vagy rossz kincs. És el kell azt mondanunk, hogy a jó kincs abból származik, hogy, a, 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 hogy az Úr Jézus Krisztusban az ember elfogadja azt az Isteni életet, amelyet az Isten elküldött Jézus Krisztusban. Az újjászületés hozza létre az új és jó kincset az embernek a szellemében. A halálnak a szellemét csak Jézus Krisztusnak az ereje tudja az emberi szívben megtörni. Természetesen. A halálnak a szelleme az emberi szellem fölött ö, 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 különböző mértékben u, ö, ö, uralja, attól függően, hogy az ember hogyan adja át magát a jónak vagy a rossznak. De ha például jónak adja át magát az ember, akkor is a szívébe megmarad a gonosz kincs, és ezért ellentmondásba kerülhet a szándéka, az erkölcsi szokása is, és a beszéde is és említettem már többször, hogy igazából az ember szenté nem az erkölcse teszi, nélkülözhetetlen az erkölcs, hanem az Istenek a jelenléte, szent ember az, aki az Isten jelenlétébe kerül, Isten jelenlétébe marad, és Istenek a jelenlétéből az emberbe rárad Istenek a lényege, szellemi ereje, és ez a szellemi erő formálja ki az emberben azt a magatartást, ami Isten igazságának a követőjévé fogja őt tenni. De ez a változás az embernek a szellemében jön létre. Ezért mondta Jézus Nikodémusnak, hogy szükséges újonnan születnetek, mert ha nem születtek újjá, nem kerülhettek be Isten országába. Mert Isten országában elsősorban belülről szellemben, belső szellemi valósága kerül be az embernek, ez pedig Ennek pedig az az előfeltétele, hogy az ember meg tudjon szabadulni a szívének a rossz és gonosz kincsétől, és ez a gonosz rossz kincs a halál. A haláltól az ember pedig a mesiást tudja megszabadítani. Ezért hangsúlyozzuk újra és újra a föltámadásnak a tényét, mert ez húzza alá, hogy van az embernek szabadulása a haláltól, a haláltól való függőségtől, rabszolgaságból, meg tud szabadulni az ember abban a pillanatban, amikor a hitnek a bizonyosságával azonosul a názereti Jézusnak a föltámadásával. Tehát ez a hit azonnal létrehoz az ember szellemében egy változást, illetve elindult, elindítja a változásnak az eredményét. De mindaddig, míg az embernek a szellemét nem érinti meg Istenek a teremtő ereje, addig, az embernek a szíve hozzá van kapcsolódva a halálnak a szelleméhez, és ebből fakad az, hogy az ember többnyire olyan gondolatokat forral az elméjében, és fogalmaz meg eszmeként, vagy világrendszerként, amelyek szemben állnak Istennek az igazságával és az erejével. Dávid azt mondja, hogy a balga mondja az ő szívében, hogy nincs Isten. Tehát nem tudományos tény alapján állítja az ember, hogy nincs Isten, hanem a szellemének a kincse, a gonosz, az meggyőzi az ember szellemét, vagy mondanám, megsebisíti az ember szellemében azokat a képességeket, amelyek által föl tudja az ember fogni Istenek a létezését, ami által meg tud győződni arról, hogy Isten létezik, tehát e, a halál lesz, fölszámolja az embernek a szelleméből, és ezek után tényleg az ember őszintén arra meggyőződésre jut, hogy nincs Isten. De valójában ezt a meggyőződést az emberben egy pusztító, negatív, szellemi, sötét, láthatatlan erő hozza létre az emberben. Amen. És ha létrehoz az emberben, a beszédével, a, dolg, a, a mondataival ezt fogja kimondani. Ezért az, igaz, az embernek a belső tő, lényege, a belső állapota, a beszede, beszéde által tárulkozik föl. És nem csak belelátunk az ember rejtett titkába, amikor hallgatjuk őt beszélni, hanem az az ember, aki beszél, a benne lévő szell szellemi valóságot kihozza és működésbe, mozgásba hozza, és azt szerint, hogy ez jó vagy rossz, az szerint ez a szellemi láthatatlan előerő el, elkezdi a látható világban, a tevékenységét, hatását, és különösen igaz ez az emberrel kapcsolatosan úgy, hogy a testére nagy hatás fog gyakorolni a beszéde, pontosabban. A beszédét, beszédében lévő szellemi erő, mert minden szó, minden beszéd, tehát szellemi erőt hordoz, amikor beszélünk, szellemi erőt hozunk mozgásba, és ezek a szellemi erők sokkal nagyobb hatással vannak a beszélőre, mint a hallgatóra. Tehát azok az emberek, akik káronkodnak, vádolják, átkozzák a felebarátaikat, valójában a saját életükben sokkal nagyobb rombolást végeznek, mint azoknak az életébe, akiket megcéloztak a negatív beszédeik által. Amen. És a következménye az például, hogy elveszítik a testük fölötti uralmat, és az életük, a sorsukat irracionális erők kezdik el befolyásolni, és olyan helyen kötnek ki, amit soha nem szerettek volna. Ezért ne légy közömbös a beszédeddel kapcsolatosan, figyelj oda, hogy mi hagyja el a szádat, mert ami el, elhagyja a szádat, az meghatározza az állapotodat, meghatározza a helyzetedet, meghatározza a jövődet. Salamon ugyanerről volt meggyőződve, ezért kérlek benneteket, hogy lapozzunk a példabeszédek 18. fejezetéhez. a 20. és a 21. verszakban szintén a beszéddel kapcsolatosan találunk kijelentéseket, amelyek, meg vagyok róla győződve, nagyon szemnyitogatóak. Olvasom a 20. verszaktól. Isten igéjét. A férfi szájának hasznával elégedik meg az ő belseje. Az ő beszédének jövedelmével lakik jól mind a halál, mind az élet a nyelv hatalmában van, és amiképpen kiki -ki szeret azzal élni, úgy eszi annak gyümölcsét. Ámen. Még egyszer felolvasok. De illetve olvasuk fel közösen. A férfi szájának hasznával elégedik meg az ő belseje. Az ő beszédének jövedelmével lakik jól. Mind a halál, mind az élet a nyelv hatalmában van, és amiképpen ki ki szeret azzal élni, úgy eszi annak gyümölcsét. Amen. 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 Tehát, a beszéddel kapcsolatosan elmondtuk, hogy az az embernek a szellemében jön létre, tehát a szellemben vésődnek be a szavak és a mondatok. Nem a gondolat hozza létre a mondatokat, hanem a szellemben vésődik be. Itt, itt Salamon meg is említi, hogy vagy a halál, vagy az élet írja be az ember szellemébe azokat a mondatokat és szavakat, amelyeket a szája ki fog mondani. És amit kimond, tehát ami irányítja az embernek a szellemét, az fogja meghatározni a sorsát. Vagyis a sorsodat formáló fő, domináns erő az a szádból fog kijönni. Amen. Tehát a beszédünk által jön ki az az erő, ami a sorsunkat irányítja. Amen. Ha ez így van, kedves barátaim, akkor nagyon fontos, hogy a szándékaiddal és a céljaiddal és hiteddel ellenkező dolgot nem mondj ki a szádon. Mert ha kimondasz a száddal olyan dolgokat, amik ellentétesek a szándékoddal, hiteddel és céljaiddal, akkor tulajdonképpen ellened dolgozó szellemi erőt mozgósítasz. Tehát ellened dolgozó szellemi erőt mozgósítasz, amely szellemi erő falként fog körülvenni tégedet, és meghiúsítja a céljaidnak a megvalósulását, és megfoszt tégedet a sikertől, az eredményességtől. Tehát ez a meghiúsító és sikertől, eredménytől, egészségtől, boldogságtól megfosztó erő az embernek a szívéből tör ki a beszéde által. És tehát ez azt jelenti Salamon szerint, hogy az embert állapotát, az embernek a jövőjét, az embernek a sorsát Sokkal jobban meghatározza a saját beszéde, mint a környezetének a gazdasági, politikai, kulturális valósága. Ha pedig így van, akkor itt az idő, hogy reflektor fény alá állítsuk a beszédünket, hogy megtegyük azokat a szükséges korrekciókat, amiket meg kell tennünk azért, hogy a testünk ne szabaduljon el, ne legyen a szellemünk, a szívünk, a testünknek a rabszolgája, hanem a szellemünk, szívünk a belső emberünk számára meg legyen a kormány. A belső ember tartsa a kezében a kormányt, és ha ez így van, akkor egy kormány által irányítható a test. Abba a célba, abba az állapotba, amiben mi bele akarjuk őt juttatni, vagy be akarjuk őt vezetni. Tehát ahogy mondja a Jakab, hogy a kormányos a kormányán keresztül vezeti az autóját, most a, ezt nem szerepel természetesen a Jakab levélben, nem a hajó szerepel, de én az autóval példázódok, mert ma már a legismertebb közlekedési eszköz az, tehát ilyen módon most a testnek a has, analógiája az autó. Tehát az autónak a kormány az úgy képzeld el, hogy a kormány, autónak a kormánya a nyelvet. És aki fogja a kormányt, az a te belső embered. És az autó, az a tested. És ha jól kormányozol, tehát ha helyesen beszélsz, akkor az általad kitűzött célhoz fog jutni el az életed, és olyan sorsod lesz, amilyen te akarsz. Tehát a feltett szándékait fölött tudsz uralkodni. De ha rosszul beszélsz, akkor a szándékaidat meghiúsítja a testedben energizálódó rossz, és, e, és ezt a rosszat az embernek a beszéde hozza létre az embernek a testében. Azt mondja Salamon, hogy mind a jelenlegi állapotot, amiben most vagy, nem tudom, hogy hány ember elégedett a sorsával, hány ember elégedett a lelki szellemi anyagi helyzetével. De Salamon szerint, ha elégedetlen vagy a jelenlegi állapotoddal, és persze, hogy elégedetlenek vagyunk, döntően ez az elégedetlenségünk az eddig szánkkal kimondott beszédeinknek az eredménye. Nem a külső világnak a befolyása, hanem az eddig kimondott beszédünknek az eredménye a jelenlegi sorsunk. Ha pedig így van, és elégedetlen vagy a sorsoddal, akkor tehát hol kell a változtatást elindítani? A kormánynál, a nyelvedben, hogy megváltoztasd a, a beszédedet, és helyesen beszéljél. Helyes irányban haladjon a tested. Ez rendkívül fontos, hogy megváltoztass tehát a beszédedet. Salamon szerint tehát az ember az ő szájával, hasznával elégedik meg az ő belseje, tehát a szellemed lelkednek az állapotát, az, a szád által eddig kimondott beszédek határozzák meg. A beszéd az embernek a beszéde, amit mondtál, Eddig ne, ugye ne, van, aki fiatalabb, van, aki idősebb, ha 20, 30, 40, 50, 60 éve élsz a földön, nagyon sokféle beszéd kijött a szádból. Most ennek a beszédet összeadod, és elképzeled, hogy mi ennek a beszédnek a szellemi tartalma. Nos, ennek a beszédet, ezeknek a beszédeknek az összességének a szellemi tényezői alakítják az embernek a sorsát, ezt állítja salamon. Minket úgy tanítottak, hogy a szót meg lehet vetni. Lehet hazudni az érdeknek megfelelően. De valójában a Biblia azt mondja a szóról, hogy a világ mindenség legnagyobb ereje. A világ mindenség föntartó ereje a szó. Szó által jött létre a világ mindenség. Kezdetben volt az ige a szó, és Isten volt a szó, az ige és minden általa lett, nála nélkül semmi sem lett. Tehát a Biblia azt mondja a szóról, a beszédről, hogy a legnagyobb teremtő erővel rendelkezik. Ha ez így van, akkor viszont nagyon-nagyon meg kell gondolnunk az, hogy mit mondunk ki a szánkból, és különösen fontos, hogy a szívünkben jó kincs legyen. Mert azt mondja Salamon, hogy aki, ahogy szeret élni vele, aki a halált szereti kimondani, annak az életében a halál lesz a sors formáló fő tényező. És a halálról tudjuk, hogy nagyon rossz dolog, gonosz dolog, az megfosztja az embert az élettől, az egészségtől, a, 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 a sikertől, a szeretettől, a, a, a az érvény, társadalomban való érvényesüléstől. Tehát a halált a Biblia úgy mutatja be, mint rossz. Amen. És halált úgy mutatja be Biblia, mint Istennek és az embernek az ellensége. Amen. Tehát, hogyha halál az én ellenségem, akkor ne legyek saját magam ellensége, ne mondjam ki a halált a szavaimmal, tehát ne mondja ki olyan mondatot, amiben a halálnak a szellemi ereje munkálkodik. Amen. Nagyon sok ember szeretne egész életében egészséges lenni. De amikor jön az influenza járvány, akkor azt mondja, hogy biztos, hogy meg fogok betegedni. Ebben az állításban mit, mit, milyen szellemi erő van? A halálnak a magja van benne. És ha sokat mondja az ember, van egy általános egyetemes törvény a Bibliában, hogy amit vet az ember, azt aratja. Jegyez meg, hogy minden szavad, minden mondatod magvetés. Minden mondatodnak, szavadnak lesz következménye. Ha azt mondod, hogy megbuksz, azt mondod, hogy szerencsétlen vagy, ennek az állításnak, amit önmagaddal kapcsolatban mondod, lehet, hogy azt gondolod, hogy ezzel alázatosabbnak tűnsz fel emberek előtt, de valójában a testedbe és a sorsodba, életedbe felszabadítod azokat a negatív romboló erőket, amelyek meg fogják valósítani a betegséget, meg fogják valósítani a szegénységet, a nélkülözést. Tehát változtass meg a szívedet, változtass meg a nyelvedet. Szeresél élettel élni, és ehhez azt kell, hogy az életnek a beszédét kell mondani. Az életnek a beszéde pedig úgy jön létre, ahogy mondtam, hogy szívedbe befogadod az életnek a fejedelmét, és Jézusról állítja az evangélium, hogy ő a föltámadás, ő az élet. Aki befogadja az életébe Jézust, a názereti Jézus életet hoz az ő szívében. És meg fogja tanítani Isten az embert, ezek után az életet megszeretni. És az életet mondani. Amikor a tanítványoktól Jézus megkérdezte, hogy ti is elfogtok hagyni engem, azt mondja Péter, miért? Szerintem nálad van az életbeszéded. Péternek olyan csodálatos volt már a hallása, hogy felismerte, hogy amikor Jézus beszél, akkor a beszéde az életnek az erejét hordozza. Érezték, hogy amikor Jézus beszél, akkor a szellemük, lelkük ö, 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 jó állapotba kerül, örömnek, békességnek, szeretetnek az érzései költöznek be a szívükbe, a testük megszabadul kötelékekből, fájdalmakból, betegségekből. Azt mondja Péter, hogyan mennénk el tőled? Szerintem nálad van az életnek a beszéde. Aki szereti az életet, az szereti az életnek a beszédét. Mert az életnek a magjai, mert a Bibliában az van megírva, hogy minden létező magból származik. És az élet is magból származik. Az isteni élet az isteni igéből származik, az Isten szavából származik. És amikor azt akarod, Elhatározott, hogy Isteni élet jöjjön létre a szívedbe, Először a gabonamagot fogja Isten beoltani a szívedbe, és a gabonamag által az Isteni élet beárad a szívednek a, 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 a valóságába, és kezd kifejlődni egy új élet, és megtanítja az Isten ezt az életet utána kimondani neked, hogy a beszédet gyógyulást jelentsen, a beszédet igazságot hozzon. A beszéded a rosszat rombolja, mert az igazságnak a beszéde a rosszat, a hazugságot rombolja, az igazságot építi, és az igazságon, alapít, igazságon alapítja meg a békességet, mert a békesség az igazságnak a műve, és az igazság pedig az emberi szellemben a szó által jön be. Tehát a sorsunk, az állapotunk, az döntően attól függ, hogy mit mondunk ki a szánkkal. Ahogy mondja tehát is a Salamon, hogy mind a halál, mind az élet a nyelv hatalmában van. Miért? Azért, mert a halál és az élet a szívben tartózkodik, és amikor az ember kimondja a szívének a tartalmát, akkor fölszabadítja a testére a szívének a tartalmát, és ezek az erők meghatározzák az ember testének, lelkinek az állapotát, mert a szellem az magasabb rendőbb, mint a fizikai élet. A szellem adja a test számára az életet, és így van ez a sorsban is. Az ember nem befejezett létező. Mi menet közben a, a földi élet pályafutása során állandóan változunk, állandóan alakulunk, formálódunk vagy torzolunk, generálódunk vagy degenerálódunk. Jegyez meg tehát, hogy a szívedben és a szádban hordozod a szerencsétlenségedet a szerencsédet, a boldogságodat, a boldogtalanságodat, az üdvösségedet és a kárhozatodat. És igazából neked kell egy radikális döntés hoznod, hogy most egynyelvű emberré válsz -e, vagy továbbra is gonosz nyelvű ember maradsz, vagy kétnyelvű ember maradsz. Isten azt akarja, hogy egynyelvű ember legyél. Életnek a beszédét mondjad. Tekintettel arra hogy nagyon-nagyon elment az időm, és ennek a témának még csupán a bevezetőjénél tartunk. Fogjuk folytatni ezt a témát a következő összeövetelem. Addig is kérlek benneteket, hogy tanulmányozzátok Istenek a beszédét a nyelvvel kapcsolatosan, mert megvan ír, vagy, meg vagyok róla győződve, hogy magyar társadalomban, amit Isten radikálisan meg akar be, változtatni, az a magyar embereknek a beszéde. Hiszem azt, hiszem azt, hogyha az magyar embereknek a nyelve meg fog változni, ez az ország föl fog virágozni. Néhány, néhány kérdéssel, kérdéssel szeretnék foglalkozni még a az összevetelünk végén. Dálnoki Jenő kétszeres olimpiai bajnok és felesége üdvözöl mindenkit, és azt kívánják, hogy a jó Isten áldja meg az országunkat, és az, hogy szeretet legyen újra a lényeg. Köszönjük szépen! Ezt a jó kívánságot nagyon örülök, mint fradista is. És kívánom a Dálnoki úrnak a hosszú, egészséges életet, és sok öröme legyen. A, az urban is, és az általa támogatott sportegyesület eredményeiben. Egy másik kedves televízió néző azt kérdezi, hogy szokták-e önök imádkozni a mi atyánkot, vagy csak saját szavaikkal imádkoznak? Igen, imádkozok a mi atyánkot. Természetesen evangéliumban található a mi atyánk, tehát evangéliumi ima. Nagyon fontos minden hívőnek a mi imádkozni. Egy másik kedves televízió néző írja, szerencsről telefonálunk, hetek óta többen nézzük közösen az adást, szeretnénk egyszer személyesen is elmenni a közösségünkbe, szeretettel várjuk őket a közösségünkben, tehát nagy szeretettel hívjuk őket. Köszönöm a magyarországi keresztényeknek, hogy áldozatvállalásukkal lehetővé tették, hogy Budapesttől 700 kilométerre Erdélyben Tusnádon nézhessem az Isten tiszteletüket. SMS-en kértem imád azért, hogy feleségem teherbe esessen. Két nap múlva megtörtént a csoda. Köszönöm Istennek, és El kell, hogy mondjam, hogy ezzel kapcsolatosan itt a hídgyülekezetében nagyon sok bizonság van. Hála Istennek. Isten azt mondja, hogy szaporodjunk és sokasodjunk, és nagyon szeretjük a gyermekáldást. Tisztelt Német Sándor, embereknek nagy tömegei rohantak Istenhez 2000-ben, félve a világ végétől, amelyről a jelenések könyve írt. Ez mégse következett be. Akkor most kamu volt az egész? Hát egyrészt azt kell, hogy mondjam, hogy senki nem mondta, hogy 2000-ben a világ vége lesz, legalábbis hiteles személyiség nem mondta, lehet, hogy egy-két sarlatán mondta, de, de ezt nem mondta senki, én nem hallottam. Én azt gondolom, hogy 2000-ben sem. 2000-ben valóban tértek meg emberek is tehez, de előtte is tértek meg, azóta is tértek meg. Én nem gondolnám, de kétségkívül, hogy volt egy 2000 éves fóbia, de vége van annak. Ez természetes, minden ezret fordulóval kapcsolatosan vannak érzelmek. Tehát ez természetes. Én azt gondolom, hogy most eléggé jól tette túl magát a világ. A 2000 évfordulón. Azt szeretném kérdezni, hogy a gyógyulásnak feltételeje az, hogy valaki más stabil hittel rendelkezik, természetesen a hit szerepet játszik a gyógyulásban, de a gyógyítás, Isten gyógyításának egyik fő ö, 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 alapja az Istenek az irgalma együttérzése. Egy másik kedves televízió néző írja, hogy könny könnyezve hallgatjuk, olyan szépen imádkoznak a betegekért, Feri fiú pedig olyan szépen énekel a szeretetről, hogy olyat még soha nem hallottam. A Feri fiú a balok Feri, utalnak nyilván. Egy kedves televízió néző azt kérdezi, ha van Isten, miért kerülünk bajba ok nélkül? Hát éppen ezzelről beszélünk, hogy sajnos ez az Evilág, a, a világ mindenségnek a lázadási szférájából tartozik, és ebből fakadóan itt az evilágnak az Istenét, a, Isteneként a Biblia a sátánt nevezi meg az új szövetségben is, és ezért az embernek ember kerülhetnek bajba, és ezért nagyon fontos, hogy Istennél találjanak természetfölötti védelmet. És a hitnek egyik célja például pontosan ez. Meg vagyok keresztelve, keresztény állampolgár vagyok. Mit kell tennem, hogy a gyülekezet tagja lehessek? Tessék, elfáradni a gyülekezetébe, és megmondjuk. Kedves Pásztor, az úr gyógyít ma is, és, fog, és a fog sem kivétel ez alól, ugye? Mert nekem aktuális lenne a beavatkozás, és vélek a fájdalomtól. Köszönöm a válaszát. Persze a fogat is tud gyógyítani az úr, de gyakran el kell menni a fogorvoshoz bármennyire is. Nem annyira kellemes a fogorvoshoz való járás, és nagyon furcsa érzései vannak az embernek előtte, de érdemes elmenni. Kérem, imádkozzanak, hogy Izraelben teremtsen Isten békét, imádkoztunk, imádkozunk is. szabad -e a keresztényeknek hagyományosan igazi falusi lakodalom keretében összeházasodni, stb. Tehát, és még sok más kérdés van, forduljunk Istenhez, kérlek benneteket, álljatok föl, és hívjuk segítségül Istenek a nevét, mert nagyon sok ima kérés és, 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 szabadulással, gyógyulással kapcsolatos kérdések érkeztek hozzánk. Mennyi atyánk az Úr Jézus nevében megköszönjük neked a te hatalmadat és erődet. Köszönjük Uram, hogy a te valóságodat kijelentetted és megmutatod azoknak is, akik még keresnek téged, vagy még nem hisznek. Kérünk, Atyánk, a Názereti Jézus nevében, hogy érj meg azoknak az embereknek az életét, testét, akik szenvednek fizikai fájdalmaktól és betegségektől. Szabadítsd meg őket, kérlek Uram, tör meg az életük fölött az átkod. És bocsásd meg az ő bűneiket és védkeiket. Add meg, Uram, hogy megváltozzon az embereknek a beszéde és a nyelve, és mindenkinek a szívében igaz, jó kincs legyen, és az életnek a beszéde hagyja el mindenkinek a száját. Add meg, Uram, hogy mindenki meg tudja tapasztalni a te irgalmadat és jóságodat. Rombold le az ördögnek a munkáját a világban. Imádkozunk, Uram, Izraelért, hogy hozz Izraelbe szabadságot, hozz Izraelbe békességet. Add meg, Uram, hogy megszabaduljanak az ott lévő emberek az értelmetlen véráldozattól. És te, csodátot, Uram, a názeti Jézus nevében. Amen.